Mert mi a francot csinálsz? Csak kidobtam a szemetet. De hová? A szemetesbe. De melyikbe, ember? Mi az, hogy melyikbe? Mit csinálsz ebből ügyet? Örülnek, hogy nem a szoba sarkába vágtam be. Te még nem hallottál a szelektív hulladékgyűjtésről, haver? De hallottam, csak nem tudtam, hogy te ilyen környezetudatos kis mitugrász vagy, haver. Még mielőtt bújtőznél belőle, meggondolkodhatnál, hogy miért is csinálom. Nem csak magamért gyűjtöm szelektíven, hanem ugyanúgy érted is, meg a kisfiadért is. Nekem nincs is kisfiam. Még. Viszont ennél előrelátóbb is lehetnél. A földet, amit kaptunk, az előbb-utóbb mi is átmaszoljuk. Egyébként meg a szelektív hulladékgyűjtés több praktikus. Több hely marad a nagykukában, ezáltal te is jobban elférsz. Ráadásul nem kell kimásznunk a hulladék szigetig se. Szerinted miért kaptuk az új kukát a Darek társulástól? Mitől? A Dél-Kelet-Alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulástól. A szelektív hulladékgyűjtés nagyjából olyan, mint amikor energiatakarékos vagy. Olvastam, hogy egy tonna újrafeldolgozott papírral 17 fát és 21 ezer liter vizet lehet megtakarítani. Te is levoltod a villany, meg elzárod a csapot, nem? De. Csak azt nem értem, hogy hogyan tudom megspórolni ezt a rengeteg vizet az én személygyűjtési szokásaimmal. Na, hogy? Várj, rágooglizok. Nem kell. Csináltam erről egy videót. Na, figyelj. Tudtad, hogy 27 darab PET palackból egy polár pulóvert lehet készíteni? Ha jó helyre teszed a fémdobozt, akkor 670 darabból egy egész biciklit tudnak előállítani. Rengeteg termék készül szelektív hulladékból. Kerítés, esőkabát, táskák, vödör, fekvőrendőr és szinte bármi, amit el tudsz képzelni. Ilyen sörös dobozokból készítik a londoni metró ventilátorlapátjait is. A Darek technológiája lehetővé teszi, hogy külön kukákba gyűjtjük a szelektív hulladékot. A meglévő mellé minden kertesház kap egy 120 vagy 240 literes sárga kukát is, a társasházak pedig sárga színű konténereket kapnak. A sárgába beletehetjük a tiszta csomagolási hulladékot, ami a papír, műanyag, fém, PET, tetrapak és fólia hulladékokat jelenti. A PET az üdítős és vizes palackok, a tetrapak a joghurtos teljes csomagolások gyűjtőneve. A Darek gépei képesek a szelektív hulladékok fajtáit automatikusan szétválogatni. Így sokkal egyszerűbb a lakosság számára is a szelektív hulladékgyűjtés, mivel nem kell csak egyféle szelektív kukát használnunk. A lakótelepeken, közintézményekben, forgalmasabb helyeken viszont lesz kék kuka is, amibe papírt, és zöld kuka, amibe üveget lehet dobni. Állj! Állj! Nem lehet újra hasznosítani azt, ami már szennyezett felületet tartalmaz. Nem minősül szelektívnek a pelenka, használt papír zsebkendő, pizzás dobozalja, a villanykörte és a porcelán. Ezeket mind a már meglévő kukába kell tenni. Ha ezek a szennyezett anyagok nem kerülnek be a szelektív rendszerbe, akkor azzal rengeteg energiát és pénzt takarítunk meg. Így nem kell drága tisztító eljárásokat alkalmazni, amihez rengeteg víz és vegyszer kell. Egy ember naponta átlagosan 1 kiló szemetet termel. Csak hogy elképzeljük ezt a mennyiséget, ha Magyarország lakossága összedobná egy helyre, amit egy év alatt termel, akkor éves szinten 2-3 gellért hegyet tudnánk építeni, csak szemétből. Ennek a szemétnek kis odafigyeléssel legalább a feléről gondoskodhatunk mi magunk is, a szelektív hulladékgyűjtéssel. Ezzel rengeteg energiát megspórolunk, és óvjuk a környezetünket is. Ez baromi jó. Uh-huh. Nem is tudtam, hogy itt tart a technika. Uh-huh. És mi lesz a sok összegyűjtött cuccal? Na, ezt is megmutatom. A szemetet összegyűjtik a kukásautók, majd először az átrakó állomásra szállítják. Itt tömörítik, konténerbe rakják és elviszik a Békés Csabai válogatóüzembe. A hulladék először egy óriási rostába jut, ahol leválasztják a túl kicsi és túl nagy darabokat. A megmaradt egyvelekből elektromágnesek segítségével emelik ki a vasat. Amit nem kap fel a mágnes, az a szalagon tovább halad. Egy optikai berendezés megjelöli, majd sűrített levegővel kifújja a műanyagokat, amit egy újabb gép a műanyag összetevői és formája alapján tovább válogat. Ez történik a szalagrendszer többi részén is a fém és papír hulladékkal.
Miután a válogatási folyamat megtörtént, a papír és műanyag hulladékot emberek nézik át. Ha valami oda nem illő került a szalagra, kiveszik. Az így szétválogatott műanyagot, fémet, papírt óriási présgéppel bálákba tömörítik. Ezeket a feldolgozó üzemek vásárolják meg. Azt a hulladékot, amit nem lehet újrahasznosítani, kétfelé viszi a szalag. A nem lebomló részét ledarálják, és tüzelőanyagként értékesítik. A szerves hulladékot a rendszer a komposztáló telepre juttatja, ahol a gyorsított biológiai folyamatok lezajlanak benne. Az így keletkező, újra már nem hasznosítható hulladék a lerakóba kerül. A DARE több mint 15 milliárd forintos beruházásainak eredményeképp 300%-kal nő a hasznosítható hulladék mennyisége, és 73%-kal csökken a lerakással ártalmatlanított hulladék tömeg. Látod? Ezek a videók is engem igazolnak. Neked nem nagy energia megfelelő kukába dobni a szemetet, viszont a Földnek tartozol ezzel. Ha szelektíven gyűjtöd a hulladékot, nem csak másoknak, hanem magadnak is jót teszel. Igazad van. Nyertél! Széchenyi 2020 készült a Délkelet-Alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás megbízásából.